Ciao, Happy. Ciao, tesó. A mai nap... Gyönyörű volt. Ez nagyon jó. A készfogásnak az illúzióját láthattuk. A mai nap szintúgy optikai illúziókat fog meg. Persze, te látszott néha csal, úgyhogy nézzük. Vajon az élet igazán, amiben élünk? Lehet ez is egy illúzió. Mi van, amikor álmodunk, akkor valójában csak egy másik időburokba kerülünk. Amiket álmodunk, azok valójában megtörténnek egy másik életünkben. Párhuzamos univerzum. Mint a Doctor Strange-ben, igen. Pontosan, de ezt akartam felhozni. Csak néha akkor para lenne, hogy mit átél a másik énem. Hát nem tud verekedni, az biztos. Futni se. De zuhan élmény volt, igen. Minden másik verzió is szerencsétlen. Jó, lehet, hogy első legtökéletesen kezdet fogni, nem? De ilyen háromszögeset pont nemrég néztünk a videó előtt. Ja, csak ez rajzolva volt. És meg lehet csinálni 4 kockából 2 rútból. Nem tudom, hogy mikor Lego-s, nem ilyeneket építettem. De. Én Transformers-t építettem. Én meg Lego Ninja Go-t. Úristen, de imádtam a zöld ninját. Ebből már össze fog állni. És ebből hogy fog kijönni a... Ja, hogy... Ahogy nem is valójában nem is így... Nem ér. Aha, nem érnek össze. De komoly. Csak kameraszok. Én tényleg állítem, hogy azok csatlakoznak. Hát, amúgy, hogyha ezt tudod, hogy így van, akkor ott látod a jobb fenti sarkában, hogy alul nem nagyon van összekapcsolódva. De amúgy jó. Csak ezt így a valóságban nem tudod annyira eljátszani. Valamit észre kell vennünk. Ott lóg egy ilyen... Four faces. Valamint, nem, egy ág. Várjál, én látok 1, 2... 4 arc. Sokkal többet látok. 1, 2... Ott lent 2 van konkrétan a törzsnél, egymással szemben. Én 11-et látok. 11-et? Aha, sőt, 12-t. Jó, én nem tudok idáig elszámolni. Azt kiderül, hogy 8 van rajta. 10 felett. Aha. Azt lát, azt is. Igen. Azt is. A harmadikat nem. Azt is. Azt igen. Ezek híres emberek. A negyedik az Petőfinek néz ki. Mhm. Uh-huh. 12-t lettem, most 10-vel, ne törüljön. A hatodik az Elvis. Az milyen úr? Ja, hogy pont ez lesz benne a para, hogy az egy híd. Az egy híd valószínűleg. Ez olyan, itt van, ez úgy néz ki, mint Írország, én csak ennyit tudok hozzáfűzni a videóhoz. Milyen jó levegő lehet itt. Kocsi mögött, kipufogó. Aha. Ja, tudja, hogy az egy híd. Ezek NPC-k amúgy, amik jönnek erre fele. Azok csak leszpónoltak, hát onnan nem jöhetnek. Ja, mint a Need for Speedben. Fia, eltűnik. Ez egy híd. Yes. Jó, messze nem tölt be, nem tölt be. Régen volt, mikor lekrekkelt van itt, most ment ide, azt mentem a semmi. GTA-ben tudtad, hogyha gyorsan mozgatod az egered, azzal spónolsz le autókat? Tényleg. Egy pillanatra nem nézod oda majd vissza, és akkor létrejönnek a semből. Na, ez egy hullámvasút lesz. Valóban. És van-e másik oldala? Van. Az út folytatódik. Wow. És ez, várjál, mert ez most lefele megy, ugye? Nem mondod, hogy ez lenne talán a trükk, ez csak lefele megy. Mint ha az lefele, is lefele menne. Biztos lefele megy. Ez nem lehet egyenes. Ez nem lehet egyenes. Ez szerintem... Most nagyjából talán. Szerintem ez lehetetlen. Ezek a kameramozdulatok nagyon parává teszik. Mondjuk ez a híd meg egyenes. Hát ez tudja, egy másik híd. Uram, maga záróvonalon ment át. Jó. Ja, amikor mész, akkor visszafele forog, azt látod. Persze. Jó, de ez a kocsikkal is így van. Nem tudom, hogy miért látjuk így, de tudom, hogy így látjuk. Igen. Wow. Forog. Ja. Micsoda? Hát jó, de hát eddig nem is voltak ott küllővonalak. Most akkor az mély nyugodott volna le. Úha. Te látod? Nem. Látod néha a szürkének? Nem, semmit nem látom. Hát ha a kis kockákat, azok a szürkének látom. Mert te minek? Rózsaszínnek? Lilának? Aha, olyasmi. Esetleg aranyfehérnek? Nem, abban ne menjünk bele, az aranyfehér. Nagyon beteg. Na, így már jobban. Kovacs! Aha, azokat le kell lőni most. De tényleg folyamat feketének látom random. Tehát így poppol folyamat. Látod a tűzjátékot? Az megjelent, addig néztük, hogy megjelent. Ja, persze. Az nem volt ott. Mert írják, hogy milyen tűzjáték? Nekem itt ez már túl sok információ. Nekem is folyamat figyelnünk kell, és angolra lesz. Én már becsukom a szemem, hallod, matek órán vagyok. Ja! Ez egy ilyen valóságos. Ez mennyire olyan, mint egy ilyen... Rajzolt. Mint egy kartún. Igen. De menő. Mi az üveg? Vagy... Jó, hogy ott nem, az, nincs benne semmi. Tehát az csak rúd, a... Átlátszó. Nem átlátszó, ott nincs semmi. Látod? Aha. Ott nincs benne semmi. Csak úgy néz ki, mintha lenne. A másik oldalán van valami. Aha, de ezek lehet, hogy térben el van a tol vagy mástól, nem? De ezek csatlakoznak egyáltalán? Csatlakoznak szerintem, de ott nincs. Csak a másik oldalon van ilyen háló szerű. Jó, az nagyon elátkozott lehet éjszaka. Ez már reggel sem néz ki jól. És lendőn van ott a háttér a poppor. Nagyon epic zene, Happy. Itt
életünkre válaszunk kapni. Jaj, tudom, látok. Villámokat látok, vörös villámokat. El fogsz nézni, és így el fog olvadni a kezed. Elkezdett lepörögni az életem. Ott vagyok gyerekként, és 3 éves szám. Ne tedd, ne ér hozzá. Az első lépések, tesó. Hopp, elestem. Hopp. Felálltam. Ott lett a gyerászkúlásom. Itt döntöttem el, hogy videós leszek. Üha, az első zeném, tesó. Az első demo. Fúj, de ne, happy not ki. Ne. Jobb volt a világ. Aha, olvad a fejem, tesó. Már hogy az most van. Az most történik. Nekem kezd felállni minden szőr a hátamon. Nekem is. Mi lesz itt? El kell majd nézzünk, de leolvad a fejem. Végén elindul szerintem Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Az mekkora lenne, hogy nincs optika illúzió. Dőlök. Amúgy négy fele van oszva a képernyő. Látod a csíkokat? Van egy függőleges, egy viszintes, full egyenes vonal. Én villámokat látok. Milyen villámokat? Thunder. Középről. Nem látod? A középső pontból. Csapkodnak amúgy. Lehet, hogy a szemem amúgy izé. Jó, most már kajak el fogok álljon. Szép, most már nem látok és nem is hallok. Megbetegített. Tesó, a villámokat szórnak a szemeim. Happy Rollom lesz. Wherever you are. Nem lopja végig. Jaj, ez nem, mint hogy belennék szívbe. Mozog az arcom. Drogolt, bedrogoztak egy videóba. A nézd a falamat! Azt mondom, hogy mozog. A kezed, a kezed! Ja, igen. Ja. A minket hullámzunk! Micsoda! Ne! Most nem tudom, most az előző videó miatt látom, hogy te is nálad is repül. Átszállt alatta a madár! Ez egy tenger alatt járó. Átszállt nekem alatta a madár. Látom, ez vagy azért van, mert hogy ugye eltér a színe, vagy az eltér a tenger, ugye óceán, nem tudom színe, mert hogy valahol változik, vagy tényleg köd, mert amúgy látom. De mondjuk akkor a hajót is hogy látjuk, hogy a köd van. Tényleg. Hidegebb lent a levegő, értem, és ezért megemelkedik a hajó, mert meleg és van fönt, és föl kell mennie, hogy melege legyen a hajónak. És ezért repül a hajó. Aha. De hát látom, hogy ott van a, látod a horizont, a víz, tehát hogy vízem van. Ki gondolta volna, hogy tényleg vízem van, csak úgy látjuk, hogy nem. De nekem ez akkor is fura. Itt ugyanúgy valami levegőnek van köze az optikai illúzióhoz, hogy így magasan látod. Fura. Jó, valahogy a levegőnek volt hozzá köze. Valójában nem lebegett, ki gondolta volna. Ez egy optikai illúzió? Ez egy elforgatott szoba, gondolom. Fejjel lefele vannak, valójában elég jó a színészkedés. Ez igen. Várj, még fejjel lefele is? Jó, hát el van forgatva, oké. Okay. Jaj, az egész tud forogni teljesen körbe. Wow. De szép. Ez jég? Nem lehet jég. Vagy sekély víz. Mert van egy ilyen ízi, nem só sivat. Még van a crew autós játék is, abban volt. Van valami sivatag, ami ilyen full fehér az egész is. Ja, ez ilyen vizes. Itt van egy klipje egy csávónak. Nem akarsz itt klipet forgatni? De, kiviszel akkor persze. Meg ha bérünk ilyen autót. Aztán repj egyet oda. Jó. Visszafele majd. Visszafele majd jövök a bérelt lambóba. Ez amúgy menő. Romantikus. Ez szép, de ez nem illúzió. Hát olyan téren optikai illúzió, mint hogyha Mennyországban lennél. Ja, de úgy, amúgy az nagyon szép. Ez egy ilyen live goal, hogy egyszer eljussak ide. Igen, de hol van? Szigeten vannak. Milyen jók a fényviszonyok, itt minden visszaverődik. Ja, milyen jó képeket lehet mit csinálni. Itt kéne reaktívót forgatnunk. Tényleg. Meg tudom, a live goal még, hogy egy ilyesmi helyen, vagy egy sivatagba kvadozzak. Tehát az olyan, mint amíg GTA-ban van. Itt biciklivel, itt csak menni kell lefelé és imádkozni. Hopp, ez megint a forgószobás, gyerek. Ja, aha, ilyen szobákban már voltam. Itt ilyen ferde az egész. Látszik is, hogy felfele mennek. Igen, igen, igen. De amúgy van a Pesten valami, nem szerepi múzeum, optical illúziós. Ebben tudsz ilyen Michael Jackson pózolni, úgy néz ki, mint hogy egy ferdén lennél, pedig nem. Mert hogy egy ferdén tudnál állni. Igen. Ja. Logikus. De el akarok menni. Ja, mert hogy hosszabb is volt hátra a szoba, tehát azért is. Az is lehetséges. Ja. Nekem a srácnak az egész csatorna egy illúzió. De tényleg? Lehet, hogy nem is létezik? Lehet, hogy nincsenek is feliratozói. Lehet. Csak meg úgy trükközte. Oh, kimenek a szabadba! Ez egy vágás. Nem, hát nem vágtak. Nem, tényleg nem. De durva. De cuki a gyerek. Hát tudod, hogy mi van. Minek pakolták ki ide a szobáját, hegytetőre, apa. Ez nagyon becsillált már a videóra, én csak... Az LSD trip óta én csak így vagyok. Azóta minden lát. Igen, tengő is lenyugtatott, de... De amúgy most kaják, komolyan mondom. Kell ilyen is egyébként. Az a helyzet, hogy túl sok para dolgot néztünk. Most igen, de amúgy jó volt. Gyerekek, lehet, hogy egy illúzió az a subscribe gombot alul, de azt tényleg meg lehet nyomni. Az nem illúzió. Ha egy dolog valami real, az a subscribe. Oda lehet. Nyomjátok meg, köszi szépen, és találkozunk legközelebb.
Csak.